és még mindig az ünnepi bevásárlás a téma. Most Vámos Györgyöt, az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkárát kapcsoljuk. Jó napot kívánok, ugye ez már a második járványév. Ennek ellenére a kereskedők elégedettek lehetnek-e a karácsony előtti bevásárlással? A kereskedők elégedettek a forgalommal, hiszen azt tapasztaljuk, hogy a járvány előtti időszakot is túllépte a kiskereskedelmi forgalom. A korábbi hónapokban, őszi hónapokban nagyon kedvezőek voltak a statisztikai adatok, előjelek, és az elmúlt napokban, a járvány előtti időszakokban sem látott roham volt egyes üzletekben. A 12 órás zárással kapcsolatban annyit jegyeznék meg, hogy 12 óráig mindenkit beengedtek az áruházakba, de itt is, ahonnan most beszélgetünk, a szomszédos áruházban 12 óra előtt néhány perccel még jó néhány, több mint száz vásárló tolongott, akik még most is ott vannak, és nyilván a pénztáraknál állnak sorba. Az egyik műszaki áruházláncnál is tegnap este olyan hosszú sor volt, amilyet még soha nem láttak a járvány előtt. Ezek az apró jelek is azt mutatják, a cégek előrejelzése is, hogy rekordot dönt idén a kiskereskedelmi forgalom decemberben, és túlépheti a járvány előtti szintet is, volumenben, mennyiségben. Ugye egy kollégám is beszámolt róla, 27-én nyitnak majd újra a boltok, aztán akkor hamarosan következik már a szilveszteri vásárlás, meg a készülődés. Ugyanez a roham megismétlődik még egyszer? A két ünnep között a szokásos cserebere rohamra számíthatunk, hiszen a boltosok kicserélik azokat az ajándékokat, amelyeknek nem tetszett a színe, kettőt kapott valaki. Nyilván hibátlannak kell lennie a terméknek, de emiatt is vannak sorok, vannak, akik majd az akcióra vadásznak, és természetesen sajnos előfordulhatnak minőségi reklamációk is. Mindez azt jelenti, hogy a két ünnep között is sokan keresik fel a kisebb üzleteket, nagyobb áruházakat egyaránt. December 31-én nincs jogszabályi előírás az üzletek nyitvatartására, de a kialakult gyakorlat szerint még az élelmiszer üzletek is a szokásosnál korábban zárnak, délután 16-17-18 óra tájban. Az iparcikk üzletek egy része pedig már nem is nyílt ki ezen a napon. Vámos Györgynek, az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkárának köszönjük szépen!